Üdvözlet mindenkinek! A Pico 2022-es újdonságai között szerepelt a 4. korszakos MÁV Nohab, és ugyan 2022. december végére ígérte a gyártó, végül is mostanra érkezett meg a jármű, mostanra került a boltokba. Mivel ezt a mozdonyt nem terveztem megvásárolni, ezért most egy kölcsönkapott mozdonyt fogok nektek bemutatni ebben a videóban. Bontsuk is ki a dobozt és nézzük meg a mozdonyt. A mozdonyt a dobozával kivéve nekem nagyon hasonló érzésem támadt, mint a Pico V43-asra esetén. Első látásra egy nagyon szépen kidolgozott, jó arányokkal, jó formával rendelkező jármű lapult ebben a kis expert dobozunkban, és így különböző képeket elnézegetve nekem nem tűnt föl így első ránézésre semmi olyan egetverő hiba, semmi egetverő nagy aránytalanság a mozdonyon. A mozdony kasznián egyébként még az látszik, hogy nagyon kis filigrán, finomak a vonalak, sokkal láthatóbban részletesebb az egész mozdonynak minden kis apró dolga, főleg itt a bordáknál látszik, illetve itt elől, és szinte alig látszik itt a szerszámillesztési rész a mozdony homlokfala és oldalfalának a találkozásánál. A mozdony festése és feliratozása abszolút hozza a kor színvonalát, a Picótól megszokott minőségű, nagyon szép egyenletes selyemfényű festést kapunk, illetve tűéles és pontos feliratokat. De hát, mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik, ahogy szoktam mondani, és érdemes szerintem egy picit közelebbről is szemügyre venni a Pico Expert 17-es nohabját. Ahogy szoktam, először a tetőn kezdem a nézelődni valót. Itt én a felelhető képek, illetve a Nohab könyvben található különböző leírások, rajzok minden alapján azt tudom mondani, hogy a mozdony teteje az megegyezik teljes egészében a mávos mozdonyéval. Mind a szellőző ventilátorok, mind a kipufogók, mind pedig ugye itt a fűtési kazánnak a kis dolgai a megfelelő helyen, a megfelelő méretben és elrendezésben találhatóak. Külön kiemelném a mozdony tetején itt középen a kis emelőszemeket, amik nem csak imitációk, hanem konkrétan átlyukasztott emelőszemek vannak ide betéve. A ventilátorok is áttörtek, itt úgy néz ki a dolog, hogy van elől egy kis rács, és mögötte ott van egy kis ventilátor imitáció 3D-sen megoldva, hasonlóan, ahogy a Sergeynél, majd belülről egy ilyen fekete kis szalaggal le van takarva az egész. Még a mozdony tetejéhez tartoznak szerintem itt a kis kapaszkodók, ezeket is elkészítette a Pico, ugye 4. korszakos modell, ehhez hűen, ugye ezek már fönn voltak a 17-esen a narancsos korszakában. Ezek is ugyan műanyagból vannak, de nagyon kis filigrán, vékony alkatrészek, viszont cserébe kellőképpen rugalmasak, nem valószínű, hogy ezek komolyan törni fognak, és szépen ide be vannak illesztve a helyükre. Ha tovább megyünk a mozdony oldalára, akkor így profilból szerintem nagyon jól visszaadja az eredeti nohaboknak a jellegzetes formáját, ugye a tetővel, és a lekerekített kis bulldog orral, ahogy ezeket hívni szokták. Itt oldalt mindig ugye külön kérdés, mind ugye a rokónál, mind ugye a zeneménél, hogy hogy oldották meg azt, hogy látszódjanak itt a rács mögött a mozdonynak a kis tartó elemei, ott a kis szerkezeti elemei. A Picónál itt úgy néz ki, hogy van egy fotomaratott rácsunk, és mögötte meg vannak csinálva ezek a kis elemek, és az egész mögébe van rakva belülről egy ilyen kis fekete ragasztó szalagszerű valami, ami ugye letakarja ott a belteret. Így, hogyha különböző irányokba forgatjuk, nagyon jól lehet látni ezeket a kis részleteit a mozdonynak. Ami még ki van dolgozva, az a járműnek a géptere. Tehát itt az ablakok mögött itt nem csak simán egy ilyen egyszínű súlyöntvény van, mint mondjuk a rokkóba vagy az elemébe, hanem itt a gyártó elkészítette a kis motornak az imitációját itt középen, illetve a különböző segédberendezéseket itt két oldalt, sőt, van géptérvilágításunk is, amit bekapcsolva láthatóvá válnak ezek a kis belső kis berendezések. A mozdony vezető fülkéjét is szerintem nagyon jól megoldotta a gyártó. Én így képek alapján azt tudom mondani, hogy nagyon jól hozza a nohabos feelinget. Itt a lekerekítések formája, szögei, a
szélvédők szöge, ugye itt, hogyha föntről nézzük, azt is megfelel szerintem a gyári eredeti mozdonynak. Megcsinálta a Pico a kis bemarásokat itt a fellépőknél, kapaszkodó is szépen meg van csinálva, illetve ugye itt látjuk, hogy gyönyörű szépen átlátunk a vezető fülkén, ki van dolgozva az is belül. A lépcsők azok műanyagból vannak, ezek is kellőképpen rugalmasak, viszont cserébe megfelelően filigránnak. A mozdonyon találhatóak visszapillantó tükrök, alapból mindegyik becsukott állapotban van, viszont a kiegészítős zacskóban találunk nyitott állapotú visszapillantókat, tetszőlegesen föl tudjuk őket szerelni, ezek is műanyagból készültek, gyönyörű szépen bemennek a helyükre, ragasztás minden nélkül ott is maradnak, hasonlóan, ahogy egy Rokó mozdonynál, vagy ugye ahogy a Pico Cilinél is nem kellett hozzájuk semmilyen ragasztó, semmi. A mozdony közepénél van ugye a gázolajtartályunk, illetve az akkumulátorládánk. Ezek is méretileg, illetve pozícióilag jól vannak, én úgy látom. Szemből nézve jön ugye a fontos kérdés, hogy mennyire talált el a Pico a lámpák helyzetét, formáját, alakját. Nekem az a meglátásom, hogy az eredetiekkel összehasonlítva nagyon jól eltalálta őket, méretileg, formailag és elhelyezkedésileg. Egyébként az NME-vel közel azonos a lámpáknak a formája és az elhelyezkedése, milliméterre pontosan a távolságok is, meg minden stimmelnek, amiket én így leméregettem, úgyhogy ezen a téren szép munkát végzett a gyártó. És ami külön pluszpont, hogy maguknak a lámpatesteknek a belsejét is kidolgozták, hasonlóan, ahogy ugye a Pico V43-ason vagy a Sergeyen, itt is meg van csinálva, nem csak egy ilyen sima kis plexi, fényvezető plexi van benne, hanem konkrétan ott meg van csinálva a lámpatest belseje is. Csatlásfej is a helyén van, és megfelelő méretű. Ha tovább megyünk lefele, akkor jönnek az érdekes dolgok, ugye kezdjük például a forgóvázzal. A mozdony forgóváza nagyon részletesre és filigránra sikerült, minden kis apró alkatrész megtalálható rajta, nagyon szép, nagyon kontrasztos, kontúros formákat fröccsöntött ide a Pico, és ugye megvan a kis fékrudazatunk, és még itt a kis fölfele vezető kis rudazat is ott van, egy pici imitációban, hát ugye nagyon följebb nem ér, hogy el tudjon fordulni a forgóváz, de ott van, ez az alkatrész például az NME Nohabon nem volt megtalálható. A gyártó láthatólag nagyon sok energiát fektetett abba, hogy ez a forgóváz szép legyen, és úgy gondolom, hogy sikerült is neki, és ha megfordítjuk a mozdonyt, akkor jön az a meglepetés, amit ugye már a Pico Cilinél is láthattunk, és itt is visszaköszön, hogy amennyire tudta a gyártó, nem csak oldalról modellezte le a forgóvázat, hanem alulról is megpróbálta itt a vontató motoroknak a formáját, elhelyezkedését imitálni. Valószínűleg nem teljesen pontos ez az alsó rész, hiszen itt ugye kompromisszumot kellett kötni, hogy azért itt belférjenek bent a különböző fogaskerekek, de nagyon szépen imitálja az eredeti mozdony alját. Ami még nekem fontos, az az, hogy ha megnézzük, akkor a kis féktuskók, a fék berendezések azok megfelelően itt a kerekekkel egy vonalban vannak, nem úgy, mint más mozdonyoknál, ahol ugye kijebb vannak, ezen az alkatrészen se torzított a gyártó. Az alváz berendezéseknél ugye megtalálhatjuk a gázolajtartályt, akkumulátorládákat, illetve a légtartályokat, ezeket se spórolta el a Pico, ezeket is megfelelően lemodellezte, illetve itt látjuk a két gázolajtartály között ezt a kis átkötő vezeték is a helyén található. Egy nagyon szép alvázat készített szerintem így a Pico, nagyon jól néz ki így alulról is, ugye hiába nem látja az ember, de azért örömteli, hogy ilyenekre is figyelt a gyártó. Ha tovább nézegetjük alulról a mozdonyt, akkor fogunk ugye találkozni itt lenn a pályakotró és környékénél még számos érdekes kis alkatrésszel. Egyrésztről megcsinálta a gyártó itt ezt a kis kapaszkodó fogantyút az ütköző alatt, valamint itt a mozdonyon helyesen van a két fő légvezeték mellett a harmadik, illetve nagyon szépen megoldotta itt elől a gőzfűtési csatlásnak a
kis csatlakozóját is. Ide is a magyar mozdonyhoz megfelelő elrendezésbe kerültek föl ezek az alkatrészek. Az ütköző tányérok festettek, hát rugózni nem rugóznak, ahogy az eleménél, viszont maguknak az ütközőknek a kidolgozása egy picivel magasabb szintű szerintem. A mozdony hajtása a klasszikus, ötpólusú motor nagy lendkerekekkel, kardános hajtással, és akkor úgy viszi le őket a forgóvázba. Elég kompakt hajtása van ennek a mozdonynak is. A mozdony súlya elég nagy, sokkal nagyobb, mint a zelemjé érezhetően, és a rokkoinál is nehezebb járműről beszélünk. Így a mozdony tapadási gondokkal nem rendelkezik, alapvetően nagyon szép lassú menete van, egyenletesen jár a motorja, szinte teljesen hangtalan járműről beszélünk. A tengelyein vannak tapadógyűrűk, ezek mindegyik forgóváz legbelső tengelyén találhatóak, átellenesen vannak, egy-egy tapadógyűrűről beszélünk, bőven elégséges tapadást biztosítanak a mozdonynak. 8 kocsival simán föl tudott jönni itt nálam a 3%-os emelkedőn a jármű, úgyhogy bátran lehet mögé terhelést akasztani, ez a mozdony bírni fogja. Azt is megoldották, hogy ugye áramszedési problémái ne legyenek a járműnek, hogy a középső tengelynek van egy jelentős holtjátéka, így nem fog az történni, mint más modelleknél, ahol ugye teljesen síkba vannak, és esetleg egy kis pálya egyenletlenségen, pozitív kis domborulatokon teljesen megborítja az az elrendezés a forgóvázat. Itt van akkor a holtjátéka, hogy nagyon szépen le tudja ez a középső tengely követni a pálya egyenletlenségeit, és az elemével ellentétben ide nem tettek ugye rugót, ugye az is egy probléma volt annál a mozdonynál, hogy túl erősen nyomta a rugó a középső tengelyt, és teljesen felborította a mozdony tapadását. Itt ez gyakorlatilag szabadon fut. A mozdony rendelkezik rövid kapcsoló kinematikával, én most már ide beraktam egy rokó fecskefarkast, gyakorlatilag nem találtam olyan személykocsit, amivel problémát okozna ívekben a kinematika, úgyhogy jól oldotta meg ezt a gyártó, még a legszűkebb ívekben is szépen kellőképpen ellentart, egyenesbe pedig nagyon szépen összehúzza a szerelvény kocsiaival. Ugye láthatjuk itt, hogy az áttört pályakotró elég jól át van törve, ez azért is fontos, mert hogyha megnézzük, akkor itt látszik, hogy a kis fecskefarkas kapcsoló itt egészen beleír a pályakotróba, és hogyha itt nem lenne ekkora kivágás, akkor valószínűleg úgy járnák, mint az NME-nél, hogy ott össze-vissza nyomja ezt az alkatrészt. Itt a Pico kellőképpen kivágta ezt a pályakotrót, ugye a gyártó leírása szerint Pico R1-es íveken is elközlekedik, tehát ilyen 360 mm sugarú íveken is el tud közlekedni ez a mozdony, ezt abszolút el is hiszem így az eddigi látottak alapján. A mozdonyban egy plusz 22-es digitális panel található, és a gyártó megint kimaxolta a különböző funkciókat. Van nekünk ugye irányváltó menetvilágításunk, vannak külön kapcsolható zárfények, van külön kapcsolható fülkevilágítás, van géptérvilágítás, és van MÁV szabványú tolató fény, ugye az egy-egy kis fehér fény a mozdony mindkét végén. A mozdonyban található műszerfal világítás is, viszont ezt a Sirivel ellentétben nem lehet külön kapcsolni, ez fixen a homlokfényekkel együtt bekapcsolódik. Érdemes olyan dekódert használni, akár hangosat, akár hangtalant, ami képes AUX 6-ig fizikailag kapcsolni a különböző kimeneteket. A mozdony szerelhetőség tekintetében nagyon jól el van találva. Az alján van 4 darab csavar, azt kell kicsavarni, és úgy jön le a mozdony szekrény, illetve ugye bent is a legtöbb dologhoz csavarozni kell. Továbbá, ami nekem egy nagy szívügyem, és amit nagyon szeretek, hogy itt a mozdony alvázán, a forgóvázakon is a forgóváz alsó takaró lemezét 2 csavar eltávolításával lehet leszedni, és akkor úgy tudunk hozzáférni itt a fogaskerekekhez, tisztítani tudjuk ugye a kis érintkezőket, illetve szükség esetén meg tudjuk kenni ott, amit meg kell kenni.
A mozdonyban nagyon egyszerű a dekóder beszerelése, ugye a kaszni levétele után rögtön itt fönt a mozdony nyáklapján van egy vakdugónk, azt egyszerűen kihúzzuk és a helyére beszerelhető akár a néma, akár a hangos dekóder. Hangos dekóder esetén a beszerelés követően a hangszórót nekünk kell berakni, van két darab forrasztási pont, amire rá kell csatlakoztatni a hangszóró vezetékét, illetve sajnos ennél is, ahogy a Pico V43-asnál, a nyáklapot azt le kell szerelni, hiszen alá jön a kis hangszórónk egy ilyen kis műanyag keretbe, úgyhogy az egy picit nagyobb szereléssel jár. A mozdonyt a terepasztalra helyezve nagyon meggyőző képet mutat, abszolút nekem hozza a nohabok hangulatát, ez a klasszikus narancs nohabos hangulat nekem nagyon beidegződött a fejembe, hiszen rengeteget láttam ezeket a gépeket ilyen narancs festésbe a Balaton déli partján továbbítani a Kaposvár-Szombathely vonatokat. Felhasználás terén ugye a 17-es nohab 1976 áprilisától viselte ezt a klasszikus narancs színtervet, ugye egészen 1990-ig így nézett ki, a kis vörös csillaggal és a pályaszámával. 90 után a vörös csillagot ugye lefestették feketére, és pár évig úgy közlekedett, majd 93-94-be kapott egy kis főjavítást, és akkor már középre helyezett pályaszám mezővel letakarás nélkül volt már rajta megtalálható a pályaszám. Úgyhogy aki esetleg 4.-5. korszakban mozog, annak ez az egy mozdony egy kis ragasztó szalag ide helyezésével viszonylag könnyen oda-vissza alakítható a korszakok között. A mozdony mögé sorozhatunk számos 4. korszakos személykocsit, lehet ugye mögé pakolni a klasszikus rábakocsikat, de akár szerintem még Pikónak a poznani AMO-BMO kocsiai is elférnek itt a mozdony mögött, hiszen akár húzhatott volna egy átlós személyvonatot, ugye ilyen Nyíregyháza, Keszthely vagy hasonló viszonylatokon is, illetve ugye hát 76 óta viseli ezt a gúnyát a mozdony, a vékony csíkos tildigek is még elmennek bőven mögötte. De akár tetszőleges fugert vagonokból is állíthatunk össze valami jellegzetes személyvonatot a korszakból. A mozdony ára egyébként picit olcsóbb, mint az NME mozdonyái, és azt kell, hogy mondjam, hogy így a jelenlegi helyzetben ez jó árértékaránynak mondható. Én egy picit azt látom rajta, hogy nagyjából úgy néz ki ez a jármű, hogy egy NME szintű külsővel, rokó szintű javíthatósággal és alkatrészellátással, illetve szintén rokó szintű meghajtással készült a gép. Gyakorlatilag a két korábbi nohabnak az előnyös tulajdonságai azok ötvöződnek ebben a gépben, néhány plusszal, gondolok itt ugye a géptérvilágításra és egyéb digitális funkciókra. Összességében nekem nagyon pozitív benyomásaim alakultak ki így a Pico mozdonyával kapcsolatban, ami abszolút pluszpont például a kidolgozott motortér, amint a kis oldalablakokon be tudunk látni, és látjuk, hogy ott van valami kis géptérimitáció. Hát ugye a szokásos köröket, mint a vezetőállásvilágítás, illetve az egyéb dolgok, ezeket már úgymond elvárhatjuk egy újonnan fejlesztett Pico X-mert modell tekintetébe. Vannak ugyan eltérések az igazi MÁV mozdonyhoz képest, de szerintem talán annyira nem tudnak zavaróak lenni. Ugye a Pico ezeket a mozdonyokat úgy csinálja, hogy egy karosszéria változatot egy-két verzióba készít el, és nyilván ezeket festi meg több korszakos kivitelre is. Ennek a módszernek a hátulütője az, hogy ugye ilyenek előfordulhatnak. Ami engem még nagyon meggyőzött, az a mozdony nagyon szép futása, nincsenek áramfelvételi problémái, abszolút jól használható a terepasztalon. Hogyha az NME-hez viszonyítom, ott azért akkora külső különbségek nincsenek, viszont a rokó mellé téve azért egyértelműen látható az, hogy más ligában játszik a két gyártó. Ugye a Pico-nak elég komoly, rendes, normális alkatrészellátása is van, így, hogyha bármi törik, reped, elveszik, vagy bemondja az unalmast, akkor nyilván garanciaidőn túl is ugye be tudunk szerezni különféle alkatrészeket a mozdonyhoz, ez mindenképpen szerintem egy pozitív pont. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!